Bóniz Bóna a Nemzet Tehetségeiért díjban részesült Barancsuk János Pécsi Oktató, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docense. Fő a mikroökonómia, de tudománytörténetet, piacelméletet is oktat a hallgatóságnak. Valamiféle gondolkodási módszert szeretnék átadni, tehát azt, hogy képesek legyenek a világnak pontosabban szólva a gazdaságnak a működését rendszerben látni, tehát egy olyan szemléletmódot szeretnék tolmácsolni, amelynek révén észlelik azt, hogy ha valahol valami történik, akkor annak vannak gyűrűző hatásai, és amit nagyon fontosnak tartok, bár a mikroökonomia egy elég száraz tárgynak néz ki, hogy hát, hogyha valaki közgazdász, akkor társadalmi felelőssége is van, tehát nem csak a nyereség után kell, hogy menjünk, hanem másokra is kell gondolnunk, miközben itt ténykedünk. A tanórákon kívül is foglalkozik a fiatalokkal. Első elnöke volt az idén fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő Janusz Pannonius közgazdasági szakkollégiumnak, és azóta is segíti az ott folyó munkát. Olyan, mint egy nagy család, tulajdonképpen a maga konfliktusaival, összezörvenéseivel, kríziseivel, ugyanakkor a, a, közösséget átfogó emberi szeretettel, és hát nyilván, mint ahogy egy családban is nagyon fontos az, hogy hát a szereteten a tartozás élményén kívül a megfelelő funkciókat, hogy takarítás vagy pénzkeresés, tehát hogy ellássák a családtagok itt mi a szakkollégiumban három fő dolog mentén működünk. Az egyrészt a szakmaiság, tehát hogy a hallgatók minél jobb közgazdászok legyenek, minél jobb szakemberekké váljanak, és nyilván ezt ők vállalják is, amikor bent vannak. A második fontos pillér az nem más, mint a közösség formálódás, a harmadik pedig a társadalmi érzékenység, hogy amit fontosnak tartunk, hogy ezek a szakmailag jól képzett gyerekek, ezek ne váljanak a társamba a fedél közben elszabadult hajóágyúvá, akik csak a saját érdekeiket nézik, hanem hogy érezzék azt az élő közeget, azt a társadalmat, és a felé irányuló felelősségnek a kötelezettségét is. A szervezetben önképzésre, önfejlesztésre van lehetőség a kurzusok, nyári táborok, szakmai viták és egyéb szociális programok során, mint például segítkezés az állatkertben vagy kutyasétáltatásban, véradás szervezése vagy ételosztása hajléktalanoknak. De természetesen a jó hangulatú bulik sem maradhatnak ki a közösség életéből, melynek a tanár úr nagyon szívesen része. Nagyon nagy szerencsém van nekem amiatt, hogy sikerült ezekkel a feladatokkal találkozni, hogy a Karnak a TDK szervezetét is vezettem tíz éven keresztül, 2000-es évek elejétől, aztán utána pedig jött a szakkollégium, és azt éreztem, hogy hát ennek van értelme. Ez, ez, olyan dolog, hogy, hogyha csinálok valamit ott a szakkollégiumban, vagy a TDK-soknál is, akkor megéreztem ott szinte rögtön, hogy, 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 ez miért jó, hogy ennek van hozama. Nyilván az összes hozadékát nem sikerül megérezni, mert majd amikor ezek a gyerekek kikerülnek az életbe, ott fog majd kiderülni, hogy milyen volt az a vetés, amihez az én szerény segítségem is talán hozzájárult, de ez egy ilyen instant örömöt. Tudott, ilyen zsigeri örömöt jelentem, amikor ott lehettem közöttük, és láttam a, a csillogó szemüket, meg a belőlük áradó szeretetet. A tanár úr véleménye szerint nagyon fontos az ország számára, hogy legyenek olyan tehetséges fiatalok, akik az egyetemről kikerülve szakmailag és emberileg is megállják a helyüket, hiszen rajtuk múlik a jövő.